A Kárpát-medencében, benne szűkebb hazánkban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a klímaváltozás káros hatásai által okozott kihívásokra kizárólag komplex megoldásokkal lehet válaszolni. Ez az év bebizonyította számunkra, hogy a klímaváltozás káros következményei, különösen ami az elsivatagosodó, elszárazodó éghajlatunkat jellemzi, ezek a következmények nem váratnak már magukra, és amellett, hogy a Covid nehezítette az elmúlt évek gazdálkodását, amellett a háborús veszélyhelyzet, az infláció és még az asszály is sújtja a mezőgazdaságot. A térségi közös munka alapját az öntözésfejlesztési stratégia Jász-Nagykun-Szolnok megyei elemeinek megvalósítása jelenti. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat elkötelezett abban, mint térségi területi szereplő és a megyei tervek létrehozója és a megvalósításhoz szükséges források tervezője, hogy együttműködésben a vízügyi ágazat és a gazdálkodók képviselőivel megalkossuk és folyamatosan életben tartsuk Jász-Nagykun-Szolnok megye öntözésfejlesztési stratégiáját. Ennek az akciótervnek az a lényege, hogy ott, ahol a gazdálkodók jelzik az öntözési igényeiket, legyen olyan főmű, amiből lehetőség szerint felszíni vízből ki lehet elégíteni az öntözéshez szükséges vízmennyiséget. Ez a kormányzati szándékokkal teljes mértékben egybevág, hiszen a kormány is törekszik arra, hogy biztosítsa a vízügyi ágazat számára azokat a forrásokat, amik a főművek létesítéséhez és fenntartásához, valamint a gazdáknak juttatott térítésmentes öntözővízhez szükségesek, és a kötővízik szakemberei olyan tervekkel jöttek a mai napra ide Karcagra, amiben felvázolják, hogy milyen módon lehet öntözhetővé tenni a megyében azokat a területeket, amit a gazdák már jeleztek. Arra készülünk, hogy minimum meg fog duplázódni, de lehet, hogy meg fog triplázódni Jász-Nagykun-Szolnok megyében az öntözésre berendezett területek nagysága, és a ténylegesen megöntözött területek nagysága is, hiszen ez biztosíthatja azt, hogy a gazdák ellenállóak legyenek a klímaváltozással szemben, ellenállóak legyenek az asztály káros következményével szemben, lehető legtöbb vizet tartsuk benne az országba, tehát ne folyjon ki több víz, mint amennyi befolyik, és a legegyszerűbb, legolcsóbb a talajban tárolni a vízkészleteinket, ami hozzájárul ahhoz is, hogy a felszín alatti vízkészletek se szenvedjenek olyan károsodást, ami adott esetben egy település életében a kommunális ivóvíz biztosításának a tekintetében visszafordíthatatlan károkat okoz. Látjuk, hogy az ipar számára is nélkülözhetetlen a friss, tiszta ivóvíz. Karcagon is nagyon komoly élelmiszeripari beruházások zajlanak, amihez szintén szükség lesz egyrészt alapanyagra, amit csak öntözéssel lehet megtermelni, másrészt a feldolgozás technológiai szinten is igényli a friss, tiszta ivóvizet, amihez szintén vízre van szükség. Ebből látszik, hogy nagyon felelősen kell gondolkodnunk, gazdálkodnunk a ránk bízott vízkészletekkel, és azzal a felelősséggel, történelmi felelősséggel élünk is, ami ránk tervezőkre és a térségi feladatok összehangolásáért felelős szervre vonatkozik, és nem csak a felelősséggel, hanem a lehetőséggel is szeretnénk érni. Tehát ennek a mai rendezvénynek az is a célja, hogy Magyarország kormányának, az Agrárminisztérium és a Belügyminisztériumon keresztül és a térség országgyűlési képviselőjének segítségével, ez a megyének mind a négy térségére igaz, hogy a négy országgyűlési képviselő segítségével a vízügyi ágazatnak egy olyan lehetőséget harcoljunk ki, ami lehetővé teszi a már meglévő tervek és a folyamatban lévő koncepciók és a projektek megvalósítását. Arról, hogy a megyénkben mennyi területet sikerült az elmúlt években öntözésfejlesztéssel öntözhetővé tenni, és mennyire van igény, arról már Lovas Attila, a kötivízik igazgatója számolt be. Egyértelműen öntözhetővé tenni, pontosabban ismét bekapcsolni a hatásterületbe, az egy olyan 12 ezer hektár volt, tehát most már 210 ezer hektár fölött van a működési területünkön az, ami öntözhető területnek minősül. Ennek sajnos csak elég viszonylag kis százalékát öntözik meg ténylegesen. Ez mondjuk évről évre változik, de nagyjából egy olyan 40-42 ezer hektár az, ami a öntözéssel érintett. Az elmúlt években, az elmúlt négy évben körülbelül egy 10%-kal emelkedett a öntözött területek nagysága, és hát az idei év aszályos időszaka a rendkívüli öntözési igények növekedésével is együtt járt, ez is nagyjából egy 10%-os nagyságrendet tett ki.
A megyei öntözési stratégiában megyénk egész érintett, mert mindenhol szükség van rá. Megyénk több mint 80%-a mezőgazdasági terület. A megye az egy kifejezetten mezőgazdasági jellegű megye, tehát a megye területének több mint 80% az mezőgazdasági terület, tehát ez egyértelműen mutatja, hogy mindenhol van rá igény. Mi azokat a lehetőséget preferáljuk, meg javasoljuk mindenkinek, ahol gravitációs vízpótlásra van lehetőség. Ez anyagilag jobban megéri mindenki számára. Maga a víz az nem kerül pénzbe, pontosabban vízkészlet járulékot kell fizetni a hatósági határozatok alapján, de azt, amikor vízhiányos időszak van, ez meg fölfüggesztésre is kerül. A szolgáltatás díját kell megfizetni, de ezt is bizonyos nagyságra mert azért van állami támogatás hozzá. Mi azokat a lehetőségeket preferáljuk, ahol gravitációs vízpótlásra van lehetőség, folytatta a szakember, aki szerint megyénk gazdálkodói eddig is eredményesen pályáztak öntözésfejlesztésre. Nagyon szeretnénk a Madaras út és a Berettyó közötti területeinket, ezt az egész 6000 hektáros határrészt öntözhetővé tenni. Na most ezt, hogy meg tudjuk tenni, ehhez szükségük van vízre, és ez a víz lenne úgy oda kormányozva, hogy az NK és a Berettyót összekötnénk. Ez egy teljesen állami beruházással elkészülő munka lenne, és utána a földterületi, tehát mindenki a földterületét hozzá tudja kapcsolni, úgy, hogy tudja öntözni. Ez majd a következő lépés lesz. Most az első nagyon fontos lépés az, hogy legyen víz a földjeink végén. Úgy tudom, hogy 2500 hektár terület válik öntözhetővé, ehhez vízügyi engedélyt kell kérni a hatóságtól, és én úgy gondolom, hogy ez a 2500 hektár nagyban enyhíteni az öntözési problémát, hogy hány embert fog érinteni, nyilván attól függ, hogy kinek hány hektár az a területe, amivel szeretne úgymond beszállni ebbe a projektbe. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő hozzászólásában felidézte az elmúlt 100 év jelentősebb öntözési és csatornafejlesztési eredményeit, majd arról szólt, hogy mindig volt megújulás, olyan elképzelés, amely eredményeként sikerült összefogni, a fejlesztést végigvinni, hogy a térségben a gazdálkodás javuljon. Huba Imre egy kis belső műhely munkatitkot is elárult, ugyanis itt volt Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, akivel közösen dolgozik azon a stratégián, amit egyrészt a gazdaságépítés, másrészt az ökológiai állapot javítása, harmadrészt vizeink megtartása és a különböző típusú vízpótlás, akár az öntözés vagy az ökológiai vízpótlás lehetőségét igyekszik megteremteni. Mondta az elnök, majd a jelenlévők számára Harsányi Gábor szakaszmérnök ismertette a tilalmasi vízgazdálkodási rendszer öntözésfejlesztésének engedélyes tervét.